Drasztikusan csökkenhet a várakozási idő az orvosi rendelőkben az e-recept bevezetésével, a miniszter biztos szerint. Vendégünk a stúdióban Vartos Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériumának e-health koordinációval kapcsolatos feladatokért ellátást ért felelős miniszteri biztosa. Jó reggelt kívánok! Igen, amikor az ember bemutatkozik. Igen, nagyjából egy hét, ugye, amióta üzemben van, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, az e-recept. Mik a tapasztalatok? Mert én úgy olvastam, úgy látom, hogy nagyon vegyesek. Jó reggelt kívánok én is. Hát igen, körülbelül szerdán elsőjén indult, ugye, bár az ünnepnap lévén ügyeleti rendbe telt, úgyhogy ez egy csöndesebb nap volt, amiről szerkesztő úr olvashatott, az már a másodikai nap volt. Igen. Tehát akkor kapta meg valóban azt a terhelést, amire egyrészt számítottunk, de másrészt pedig egy ilyen rendszer bevezetésekor azért nyilván kell finom hangolásokat végezni. Ezek történtek meg a csütörtöki reggelen, ezek azok, amit itt a sajtó egy bizonyos része felkapott, mint rendszer problémát. Természetesen nem vitatom azt, hogy voltak ott lassulások, de ezeket sikerült megszüntetnünk. Egyébként azt gondolom, hogy ez ennek a velejárója, az irány mindenképpen ez, hát ezt látjuk Európa más országaiban, tehát ezzel én azt gondolom, hogy nincs is semmi baj. Ahol problémák voltak, ott mi volt egyébként a probléma? Hát a probléma abból fakadt, ugye ezt talán múltkor is elmondtam, hogy igyekeztünk úgy bevezetni ezt a rendszert, nem csak az e-receptről van itt szó különben, hanem egy sokkal szélesebb, több modulból álló rendszerből, aminek egyik eleme az e-recept, de nyilván lakosság felé ez a leglátványosabb, igen, vagy leginkább ismert, de a probléma abból fakadt, hogy megtartottuk azokat a rendszereket, amelyeket a patikák, házi orvosok, járóbeteg ellátóban használnak már évek, évtizedek óta, viszont ebből kifolyólag picit kivoltunk szolgáltatva ezen rendszerek szállítóinak, hogy ki hogyan oldotta meg a csatlakozást. Nyilván ezt ellenőriztük, kontrollált keretek között zajlott, de voltak jó, egészen jó, meg kevésbé jó megoldások, ahol egy picit más vagy kevésbé jó megoldást választottak. Volt ilyen sajnos a gyógyszertárok esetében, a patika rendszerek esetében, ott némi torlódást okozott, de ezeket javítatjuk folyamatosan, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek megszűnnek. Én, mint átlagember, mit érezhetek ebből? Mondjuk kevesebbet kell várakoznom a recept felírásnál, vagy az orvosnál? Tehát mi az az elsődleges, ami mondjuk én érzékelek, mint beteg? Mint beteg, ugye egyrészt azt, hogy a papíralapú vényt azt nem kell már őrizgetni, magunknál tartani. Első körben most a saját magunk számára felírt gyógyszerek esetében, jövő év első felében pedig már meghatalmazást lehet digitálisan adni, és akkor nem lehet, és akkor más nevében is kivált, más nevére szól. Ez megoldja azt a problémát, hogyha mondjuk én az édesanyámnak szeretném kiváltani. Így van. Ez most sem probléma, csak most el kell vinni a papíralapú felírási igazolást, vagy ami teljesen a korábbi vénynek a megfelelője. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy a betegnek a gyógyszerezését az orvos sokkal jobban megismeri, ezáltal sokkal pontosabb diagnózist és terápiát tud javasolni neki. Én is jártam úgy, hogy megkérdezték, hogy de mit írt fel a házi orvos, hát fogalmam nem volt, alakról, színről próbáltam így elmagyarázni, aztán abban maradtunk, hogy lefényképeztettem, megküldik, klasszik, megmutatom, tehát ezek az élethelyzetek, ezek a múlté lesznek. Ami a várakozási időt illeti, az talán nem is a recept miatt fog csökkenni, hanem a járóbeteg ellátásba tervezünk egy olyan fejlesztést, ami a most november 1-én elindult rendszerre épül el, vagy épül majd rá, és lehetővé teszi azt a elektronikus egészségügyön keresztül, hogy időpont foglalásra menjünk, tehát a házi orvos már időpontra tud beutalni, ha ezeket tartjuk és komolyan vesszük, akkor megszűnik gyakorlatilag az a klub életszerű tevékenység, ami most a járóbeteg ellátókban. De egyébként az jó, annak van egy hangulata. Van egy hangulata, ebben biztos vagyok, de ezt át lehet helyezni máshova, ezt a hangulatot. Egy kedves vidéki nézőnk nézte a legutóbbi beszélgetésünket, és azt írta nekünk, hogy nagyon jó, ez tök jó ez a rendszer, de náluk teljesen másképp működik. Vidéken, a kis falvakban ugye a falugondok összegyűjti a recepteket, és ő elviszi és kiváltja. Ez hogyan működik ebben a bizonyos új rendszerben?
ebben a bizonyos új rendszerben ugyanígy működik, hogy összegyűjti a falugondnak a papír alapon elkészült felírási igazolást, ami a korábbi vénynek a megfelelője küllembe is, és tudásban is, ha szabad így fogalmaznom, és ahogy mondtam, jövő év első felében pedig a falugondnokot majd meghatalmazzák, akár ha van internet, akkor azon keresztül otthon, ha nincs, akkor egyszer el kell menni a legközelebbi kormányablakba, és ott nagyon szívesen megteszik ezt majd a kedves nézőnek, és akkor a falugondnok onnantól kezdve visszavonásig tudja az ő receptjeit kiváltani, anélkül, hogy oda kéne akár adni ezt a papíralapú vényt neki. Meddig marad még a papíralapú vény? Jövő év végéig, tehát 18 év végéig kötelezően oda kell adni a receptet felíró orvosnak a beteg számára, azt követően pedig kérésre, annak nem jelöltünk meg végdátumát, tehát nem szeretnénk senkit megijeszteni, az majd hozza az élet, hogy meddig tart, az egyelőre. Amíg az utolsó ember is igényel papíralapvényt, addig oda kell neki adni. Nagyjából ez az egy év szerintem pont elegendő arra, hogy mindenki hozzászokjon, és a rendszer teljesen üzemképes legyen. Nem biztos vagyok, sőt, remélem, hogy kevesebb idő. Nagyon szépen köszönjük szépen a beszélgetést. Szépen.